A gyerekek nem csak a tengert idéző légvár miatt érezhették magukat víz közelben, záporok tarkították ugyanis a szombati napot Székesfehérváron. A szénatéri piknik résztvevőit a változékony időjárás nem tántorította el attól, hogy jól érezzék magukat. A programok a gyerekekre épültek ugyan, de mindenki megtalálhatta a kedvére valót. Nordic Walking bemutató is színesítette a pikniket, a természetjáró csoporthoz bármikor lehet csatlakozni, szívesen fogadnak új tagokat. A szénatéri piknik hagyomány ebben a városrészben, és az a célja, hogy egyben tartsa a közösséget, mondja a terület önkormányzati képviselője. A mai nap azért is fontos volt, hogy egy kicsit életet leheljünk a térben, hiszen réges-régen itt nagyon nagy rendezvények voltak. Ez a, amikor a maga a város fejlődött, ide jártak ki a lakosok, a polgárok piknikezni, kis-kis hétvegeken kis kosarakkal, kihozták a maguk kis elemorzsiát, és itt fogyasztották el. Egy vasárnapi piknik a családdal. Ezt a hangulatot szeretnénk megteremteni, ebben a rendezvényben is, hagyományőrző céljában. A legtöbben Csonka András fellépésére voltak kíváncsiak, és bár a koncertet az eső félbeszakította, és a színpadon, valamint a nézőtéren is előkerültek az esernyők, a hangulatra az időjárás nem nyomta rá a bélyegét.